Üdvözlök mindenkit! Bamakóra való felkészülésünk bemutatása után illendő egy beszámoló arról is, hogy sikerült a kaland. Vágjunk is bele! Január 26-án reggel első sorból vártuk a rajtceremóniát a többi Spirit kategóriás indulóval. 244-es rajtszámmal egy Volkswagen Golf, nézd a virágot az autó hátulján. Nagyon nagy tapsot neki, 244-es Tribune Company, egy Volkswagen Golf-val, Hárs Dániel és Szabó Tamás, szintén Spirit kategória. Csipázom ezt a verdát. Az ezt követő néhány órában azonnal átélhettük, milyen az igazi Bamako élmény, vagyis mikor bármi, bármikor elromolhat. A terv úgy volt, hogy mi visszük Európa egy részén Kristófot és még egy motoros cimboráját Petit, a cuccaink egy része pedig a motorokkal együtt jön utánunk Kristóf apjáékkal, egy öreg Volkswagen LT-vel. Egészen Siófokig jutottunk, mikor jött a telefon, hogy az LT motorja feladta, és Agárnál kiálltak. Gyors logisztikázás után visszacseréltük a két srácot a cuccainkra, és mivel többet nem tehettünk értük, teljes erőből megindultunk ketten golfa a Gibraltár felé. Ami ezután jött, az most nem volt életünk legjobb ötlete. A 110-es csúcsebesség ellenére is simán belefért volna, hogy Európa keresztülautózása közben megaludjunk valahol. De mi kitűztük, hogy egy seggel, megállás nélkül le kell jutnunk Spanyolország déli végébe, mert az kihívás. Ebben mondjuk nem tévedtünk, eleinte még 5-6 órás etaponként váltottuk egymást, mire Spanyolországot megkezdtük, már alig 1-1 órákat bírtunk vezetni a fáradtságtól. Volt bólogatás, halucinálás, szédülés, szóval minden, amitől óva intik az embert, hogy ilyenkor azonnal meg kell állni. Tényleg óriási marhaság volt, senki ne csináljon ilyet. Olaszországtól kezdve egyébként már Vermivel és Szücsivel konvojban haladtunk, akikkel innentől a célig már együtt mentünk. Szerencsére egy darabban elértük Marbellát, és ott egy teljes napot többé-kevésbé pihenéssel töltve zártuk a maratoni szakaszt. Másnap a reggel 8-as komppal búcsúztunk Európától, és pár órával később meg is érkeztünk az érdemi rajt helyszínére, a marokkói Fezbe. Január 30-án reggel elstartolt a napi etapokra osztott afrikai túra, aminek első szakasza Marokkó belső térségein át vezetett. Itiner szerint ez a rész változatos tájai és útfelületei miatt emlékezetes, mivel kezdésként jó minőségi országúton keltünk át az Atlasz-hegység írdatlan vonulatain. Majd ennek túloldalán fogadott minket a sivatag eleinte borzalmasan rázós, alig járható kőfelülettel, amit fokozatosan leváltott a bokáig süppedős finom homok. Számunkra azonban a legemlékezetesebb mégis az marad, hogy bár ekkor még nem tudtuk, de az egész utunkat meghatározó eseménysorozat vette kezdetét. Alig 3 órával az afrikai rajt után álltunk félre segíteni az első csapatnak, akiknek műszaki gondja adódott. A 175-ös számon futó Land Cruiser ugyanis veszettül forralta a vizet. Golf azonnal a tettek mezeire lépett, és rövid egyeztetés után percek alatt kikapta a Toyota termosztátját, fixre kötve a hűtőrendszert. Némi próbaüzemet követően a hiba még mindig fennállt, ekkor kiderült, hogy a hűtőventilátor sincs a helyzet magaslatán. Barkácsmestertársam erre is talált szó szerint folyék egyszerű megoldást. A történet teljességéhez hozzátartozik, hogy bár jobb lett a helyzet, a végső megoldást este egy komplett hűtőcsere jelentette a srácoknak, mivel a régi tele volt lerakódással. Azonban itt még nem ért véget a műszak, délután a Mercis barátaink autójában a hajtás szűnt meg egyik pillanatról másikra. Gyors diagnosztikát követően Golf mindenkit megnyugtatott, egyszerű szerelési hibáról van szó, kilazultak a féltengely tartó csavarok. Pár perc porban hempergés után már gurulhattunk is tovább.
Az óceánparthoz közeledve ismét egyenletes műúton haladtunk délfelé, egész Nyugat-Szaharán keresztül sima aszfalt és kopár vidék volt a jellemző. Az ötödik napon Dakla mellett 25 km-rel táborozott a mezőny. Amikor délután megérkeztük, megtudtuk, hogy a 16-os csapat Discovery-je került nehéz helyzetbe, szelephimba törés miatt. A szerelés nem okozott volna nehézséget a fiúknak, de ehhez új himbára és hézagmérőre volt szükségük, amit a fél órányra lévő város túlvégén volt esély beszerezni a szervíznegyedben. Természetesen vállaltuk, hogy pihenőidőnket beáldozva nyakunkba vesszük a környéket és beszerezzük nekik az alkatrészt és a szerszámot. Szűk másfél órányi keresgélés és vadaktivitizések árán sikerült megszerezni mindkettőt, lehetőséget adva a lendis csapatnak, hogy egy esti szerelést követően lemaradás nélkül folytathassák a kalandot. Másnap átkeltünk Mauritániába, ahol a fokozatosan romló, majd helyenként hiányos útburkolat jelezte előre, mi vár ránk a későbbiekben. A határátlépés mindig sarkalatos pont a Bamako ralli során, ugyanis a helyi szervek nincsenek felkészülve 400 külföldi egyidejű érkezésére. Így aki elindul, az készüljön fel, hogy sorban kell állnia. Sokat. Nem viccelek, nagyon sokat. De előbb-utóbb mindenki átjut és haladhat tovább. Márha működik ugye az autója, ugyanis Mauritánia első reggelén épp magunkat kellett menteni, miután a jobb belső féltengely csuklunk elfáradt az erőltetett igénybevételnek köszönhetően. Valószínűleg nem segített neki, hogy egyesben üvegen szántottunk vele a homokban, sem az, hogy előtte a kősivatagban ugrattunk vele többször is. Viszont Golf előrelátásának köszönhetően volt nálunk tartalékalkatrész és a cseréhez szükséges szerszámok, így az egész nem volt több egy fél órás fennakadásnál. Csodoljam, a széttört a kosár. A golyókosár. Egészen pontosan. De van hozzá cserealkatrészünk. Meg egy szerelőnk. Meg egy szerelőnk. Csak jól elvett a légét a féltengelynek. Tehát nem gondoltam. Nap végére elértük a főváros, Nuakchotot, ami a szegénység egészen új szintjeit mutatta be nekünk. Borzasztó állapotú, össze-visszatákolt, bontó szökevény autókkal közlekedtek az emberek, szemét és kosz végtelen mennyiségben az úton és amellett. Egész pontosan, ahol nem volt aszfaltozva az út, ott a szemétnek és a homoknak valami furcsa, járható felületet képző keverékén hajtottunk, mint útfelület. Ami a szabályokat és vezetési kultúrát illeti, a totális anarchia megfelelő kifejezésre. Az egyetlen szabály, hogy ne menj neki a másiknak. Ez az egy számít, minden más lehet. Mondjuk ez nem meglepő egy olyan országban, ahol nem létezik a jogosítvány intézménye. Mauritániától hamar búcsút is készültünk venni, a következő este már Szenegálban volt a tábor. Ehhez azonban egy nemzeti park rázós, radiátor felületű hosszú földútján kellett végigmenni, amin utolértük a következő mentésre váró csapatot. A 272-es RAV 4-es csapat szájából hangzott el számomra az egyik legemlékezetesebb mondat, mikor megálltunk mellettük és kérdeztük, tudunk-e segíteni, és azt válaszolták, igen, már nagyon vártunk titeket. A Toyota jobb hátsó lengőkarja ugyanis a rozsda és a kiváló afrikai terep együttes munkája nyomán eltört, ezáltal pedig a komplett futómű ki tudott fordulni a helyéről. Golf ezúttal is előrukkolt egy leleményes megoldással, az eltört zárt szelvényt egy beledugott pajszerrel és nem is paniferrel átmenetileg rögzíteni tudta a helyére. Nem egy életbiztosítás, de annyira pont elég, hogy a srácok lassan sántikával el tudtak jutni vele az esti táborig, ahol már további eszközök birtokában meg tudták rendesen javítani. Jutalmunk 6 órányi sorban állás volt a szenegáli határon, de a napi jó cselekedet kitipálva. Szenegálba érve változott a táj, a homokdűnék helyét szép lassan átvette a szavanna bokros, fás világa, ezzel együtt pedig az állatvilág is sűrűbbé vált az út mentén. Sajnos délfelé haladva, az út minősége is folyamatosan romlott, egyre gyakoribbak és vaddabbak lettek az úthibák, amik miatt folyamatosan résen kellett lennie a sofőrnek. Egy apró figyelmetlenség és könnyen egy defekt vagy egy kiszagadó futómű is lehet az eredmény. Roppant fárasztó úgy vezetni egész nap, hogy az előtted lévő 40 métert kell állandóan pásztázni. Üdítő látványossága volt ennek a szakasznak, hogy áthaladtunk Tuba Szent városán is, ahol elgurultunk a mecset mellett. Valamint utolsó szenegáli táborunk a Dindefelói vízesés mellett volt. Ezt követte talán az egész út legnehezebb napja, ugyanis a Dindefelo és Labé közti szakaszon, ami átvezet Szenegálból Guineába, a túramezőnyt is bevitték a szervezők vadsziklás terepre.
Az extra nehéz útviszonyok meg is szedték áldozatait, munkát adva Wolfnak. Első kliense az időközben motorról autóra váltó Peti volt, akinek a Dacia-ja dobta le az égszélt a rázós úton. Nem sokkal később pedig már visszatérő vendégként vártak egy vízmosásban a RAV 4-es fiúk, akiknek a változatosság kedvéért ezúttal a bal hátsó lengőkar szakadt ki, pont ugyanúgy, mint néhány nappal korábban a jobb oldali. Ezúttal már asszisztensek is szegődtek társam mellé, a helyi erők a szomszéd faluból robogó ülésen varázsoltak a helyszíre hegesztőgépet aggregátorral együtt. Hosszas küzdelem után sikerült ismét mozgásra bírni a Toyotát, ám ekkorra összesen 3 óra lemaradásban voltunk az extra feladatok révén. Az offroad szakaszt követően még 250 kilométernyi aszfaltos jellegű út volt hátra, hatalmas kráterekkel tarkítva, a guineai utakra jellemző futóműgyilkos kialakítású fekvőrendőrökkel és közel 30 kilométer abszolút burkolatlan sziklás köves résszel. Ezt mi már sötétben kezdtük meg, fáradtan, vastagon porosan és igencsak elcsigázva. Lehetetlen volt jó tempót menni az úthibák miatt, így átlag 60-nal tudtunk haladni, minek következtében hajnal 2-re értünk a táborba. Biztosan állíthatom, hogy számunkra ez volt az egész túra mélypontja. Nem sok kedvünk volt szűk 3 óra alvás után ismét útra kelni, de egyéb opció hiány csak tovább haladtunk. Bár a hátralévő napok gördülékenyebben zajlottak, innentől nagyon a fáradtság alapozta meg a hangulatot az autóban. Elfogott minket az érzés, hogy egyre inkább vágyunk vissza az ismerős civilizált komfortzónánkba. Valamint roppant kezdtük bánni, hogy elvállaltuk a Merci hazahozatalát, egyikünk se vágyott erre az egész útra visszafelé is. Természetesen fel sem merült, hogy megszegjük a szolgunkat, de mindketten éreztük Wolffal, hogy nem fog jól esni. Ezen a ponton került képbe Szabina és Tibi, akikkel az odaút vége felé ismerkedtünk meg. Az utolsó napokat együtt tettük meg, és kiderült, hasonló cipőben járnak, mint mi. Annyi különbséggel, hogy ők a saját autójukat szeretnék lábon hazavezetni, de azt minél hamarabb, mivel már ők is kezdtek megcsömörödni kissé. Meg is egyeztünk, hogy a befutót követő pár nap pihenő után együtt indulunk majd vissza. Odafelé az utolsó előtti állomás Bure Beach lenyűgöző homokos tengerpartja volt, ami jelentősen oldotta azért a hangulatot. Másnap a célceremónia keretei közt Freetown városvezetése úgy gondolta, roppant ünnepi lenne, ha a belváros piacain keresztül vezetnék a mezőnyt, több órányi hőségben tipródásra ítélve minket, mielőtt végre átgurulhattunk a célkapun. Kifejezetten vegyes érzésekkel értünk célba. Nyilván rettentő mód örültünk és büszkék voltunk, hogy a 40 éves Ganéval tulajdonképpen igazi probléma nélkül, sőt, jobbára másoknak segítve teljesítettük a futamot. Utóbbiért az esti ünnepség során meg is kaptuk a Népek Barátsága külön díjat. Borzasztó fáradtak voltunk, hiszen túl voltunk 2,5 hétnyi erőltetett menetelésen, porban, zajban, hőségben. Valamint előttünk lebegett még a feladat, hogy egy visszaút is vár még ránk, amihez egyikünk sem volt kedve. Végül egy nappihenőt tartottunk, ami alatt eladtuk Ganét, szusszantunk kicsit, átpakoltuk a cuccainkat a Mercibe, átvettük Szücsétől a kulcsot, forgalmit. Február 14-én hajnalban pedig egy őrült vágtába kezdtünk Szabináékkal hazafelé. Napi 1000 kilométeres etapokat teljesítve lopoltunk keresztül Nyugat-Afrikán, hajnaltól késő estig hajtottunk, aminek eredményeképp 5 nappal később már Marrakesben találtuk magunkat. Olyan szinten túl teljesítettünk, hogy a tervezett 29-ei helyett elértük a 21-ei genovai kompot egy egész hetet nyerve ezzel. A 65 órás, vagyis 2,5 napos komput még egy utolsó próbatételnek bizonyult. A kompunk ugyanis egy étterem és egy bár jelenti az összes szórakozási lehetőséget, vagyis abszolút semmit nem tud csinálni az ember a hajón, mivel ráadásul se mobilnet, se wifi nincs. Én ezt felháborító mennyiségű alvással igyekeztem áthidalni, Wolffnak azonban nagyobb kihívás jelentett a helyzet. Ugyanis ki nem állhatja a hajókat, irtózik a víztől, és fizikai rossz túllétet okoz számára a semmit tevés. Óriási szerencsénkre frissen megismert bamakós társakkal fújt össze minket a szél a kompon, BC-ék és Belláék pedig gondoskodtak róla, hogy még ez az amúgy borzasztóan unalmas és sivár út is jó hangulatban teljen. Innen is üdvözöljük őket, életmentő volt, hogy ők is ott voltak velünk. Február 24-én, szombat késő délután kötöttünk ki Olaszországban, és egy utolsó elszánt kifutással vasárnap reggel 6-ra hazaértünk Pestre. Így, hogy már eltelt egy kis idő azóta, két dolgot emelnék ki külön. Az egyik, hogy rengetegen kérdezték, miért nem hoztuk haza mi is a Ganét. A legprózaibb indok, hogy az érte kapott 2000 dollár jelentősen dobott az út költségvetésén. Másrészt viszont az autót így is a roncstelepre jutás elől mentettük meg itthon, varázsolt bele Wolff új életet, és a rally során vált hőssé. Ha hazahoztuk volna, csak elsikkadt volna újra az állásban, nem igazán tudtuk volna semmi másra használni, műszakizni macerás lett volna vele, és szép lassan ismét méltóságát vesztette volna a ház előtt elrohadva.
Így pedig Afrikában valószínűleg még nagyon sokáig fogják aktívan használni, és még a világ összes kilométerét belecsavarják, értelmet adva ezzel a belefektetett munkának is. Ha nem adjuk el, akkor nem tudtunk volna másik autót hazahozni, és nem ismerkedünk meg szükségekkel, ami talán a létező legnagyobb veszteség lett volna. A két sráccal a semmiből napok alatt alakult ki olyan bizalom és barátság, amit normál körülmények közt évek alatt építenek fel az emberek egymás közt. Egész biztos, hogy fele ennyire se élveztük volna a kalandot nélkülük. Szóval ennek így kellett lennie, így volt teljes. A másik pedig, hogy hatalmas köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segített minket abban, hogy ez a történet ilyen formában létrejöhessen. Köszönjük a családnak és barátoknak, akik az elejétől kezdve szurkoltak és támogattak minket az egészben. Köszönjük a szponzoroknak, az Uhrin Dieselnek és a Bosnak, amiért megtámogattak minket a kalandban. Én pedig külön köszönöm a csapattársamnak, mert egész biztosan nem vállalkoztam volna senki mással erre az útra. Most pedig egy darabig biztos, hogy nem vágyok semmilyen kalandra, csak egy picit nyugiban pihenni itthon. Köszi mindenkinek, aki szurkolt és követett minket. Sziasztok! Kristófom? Cső, néztem egy kocsit Kápizsárra? Hogy micsoda? Vágod, egy hét Európa körül érugod szarral, tudod, a Kárbizsán.